Április elején 56 gól esett a körzeti labdarúgó diákolimpián, ahol büntetőrúgásokat követően derült fény a győztes kilétére. A bajnokság tétje a vármegyei döntőn való szereplés lehetősége volt, mely a nemesszalókiaknak adatott meg. Negyedik korcsoportos labdarúgó diákolimpiát rendeztünk a mai napon. A fiúknál 8 nevezőcsapat volt a körzetvárosból. Hát ez egy az elmúlt évekhez viszonyítva egy átlagos részvevőszám. Általában ez a 8-10 fő szokott jelentkezni a diákolimpiára. Hát ugye itt az elmúlt időszakban nem nagyon találkoztak a gyerekek egymással a versenyen. Most végre ismét szerepelhetnek, ismét versenyezhetnek. Jó izgalmas mérkőzéseket láttunk a torna folyamán, és azt mondom, hogy tényleg talán a legjobb csapat nyert, és ő képviselti a várost a megyei diákolimpián most már. Április közepén jótékonysági autós napot rendeztek, ahol az esemény kedvezményezettje a pápai mentőállomás volt. A mentősöknek a nap végére 422.000 forint gyűlt össze. American Car Club találkozót szerveztünk a driftelés mellett. Úgy gondoltuk, hogy ez megint egy olyan esemény lenne, ami Pápán igazából még nem volt, és bevonzaná igazából a tömeget és a nézettséget. Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, ezért nagyon sok autó visszamondta, nagyon sok különleges régi amerikai autó, aki jött volna hozzánk, és nem szerették volna előkapni a garázsból. Ugye polírozzák őket egész nap, és ugye ez a kis esős idő azért megrémítette őket. A driftet ugyanúgy folytatjuk, mint minden évben, és jelenleg is, ahogy zajlik, ahogy látjátok, RC Modell bemutató van. A legutóbbi alkalmon a sérült gyermekek egészséges nevelésért alapítványnak gyűjtöttek, idén pedig a mentősök lettek a nap kedvezményezettjei. A mai rendezvényen a Pápa és térségi mentéséért alapítványnak gyűjtünk, itt vannak jelen helyszínen, akik külön programmal is készültek, bemutatókkal, újraélesztési technikákat gyakorlatban mutatják, és el is lehet sajátítani. Őnekik, őket támogatjuk a Drift Taxi bevételével, illetve itt a helyszínen lehet tombolát vásárolni, nagyon értékes nyereményekkel. A tombolá bevételét is őnekik ajánljuk fel. Akik az rossz idő esetén nem látogattak ki, a mai napon kívül a későbbiek folyamán is a számlaszámukra tudnak utalni. A mai nap folyamán összegyűlt adományokat a szervezet, az alapítvány mentéstechnikai felszerelésekre fogja fordítani. Bérci Bendegúz és Tapsonyi Bálint a pápai úszóese versenyzői sikeresen szerepeltek az országos úszódiák olimpián, ahol Bendegúz 50 gyorson harmadik, Bálint 50 pillén első, 50 gyorson pedig második lett. Az 50 pillén, ahol első lettem, ott a legjobbomtól tizedre maradtam el, 15 századra azt hiszem, és az 50 gyorson ott 2 tizeddel csúsztam le az első helyről. Ha egymás mellett vagyunk az első helyzettel, akkor szerintem meg lehet az is, viszont egy picit túl sok idő volt az 50 pille és az 50 gyors között, tehát nagyon kifáradtam. Nem tudtam úgy már annyira koncentrálni. Összességében nem volt ez rossz, én úgy gondolom. Előtte igazából csak felmérő versenyeink voltak Veszprémben, és ott is jó időket tudtam úszni. A felkészülés nem volt zökkenőmentes, sok sérülésem volt, betegségem. Volt egy szalagszakadásom, ami másfél hónapot kivett az edzésből. De összességében szerintem nem sikerült annyira rosszul. Tehát azért már volt jobb szezonom, de ez most ilyen. A Coco Gym gáláján a városi sportcsarnokban 14K1 és Muay Thai mérkőzést rendeztek, melyen 10 alkalommal pápai harcosnak szoríthattunk. Korpics Gábor szervező elégedett volt a látottakkal. Meg vagyok velük elégedve maradéktalanul, 10 mérkőzésből 7-et sikerült megnyerni. Ez volt az egyik olyan gála, mert már volt régebben is olyan, hogy nagyon sok betegség volt előtte, már nem nálunk, hanem az ellenfeleknél, nagyon sok meccset kellett újra szerveznem, de ez kiemelkedett az összes többiből. Tehát itt 3 héten keresztül, hát igazából a lackon kívül kicserélődött az összes a lackó ellenfelén kívül az összes ellenfél kicserélődött, van akinek 2-szer is. Én azért örülök ebből a 10-ből 7 győzelemnek, mert sokkal jobb ellenfeleket vertünk meg. Hát 2 mérkőzésnél nem annyira sikerült, tehát az egyik a Bendegúz, aki egy kicsit elfáradt a harmadik menetet, túledzett volt, illetve a Stumpf Máté, aki egyébként nyerte a mérkőzését nagyon egyértelmű fölénnyel, viszont nála is már láttam az utolsó héten, hogy egy kicsit fáradt, úgyhogy mind a két versenyző pihenésre intettem. Ahogy látszott a teljesítményükön a versenyen, így igazam is volt.
Úgyhogy magát a felkészülés nem befolyásolja ez. Nyilván, hogyha egy sok meccses ellenfélre készülünk, akkor inkább ez taktikai szempontból változtatja meg az edzésünket, illetve az edzés menetét, mert sokat elemzünk ilyenkor mérkőzés, megbeszéljük, hogy mi legyen a taktika, stb. Az Ikarus BS labdarúgó pályáján rendezték a kispályás labdarúgó diákolimpia döntőjét. A versenyen a Vajda Márta iskola csapata megvédte bajnoki címét. Szalai Dezső edző bízott az újabb jó szereplésben. Jó előjelekkel indultunk volna neki, aztán előtte nap kiderült, hogy a kapusom az belázasodott, úgyhogy másnap reggel mégsem olyan nagyon jó hangulatba indultam el, mert még akkor gondolkodtam rajta, hogy egyáltalán kit fogok kapuba állítani. Aztán minden várakozásomat felülmúlta a gyerekeknek a teljesítménye, mert veretlenül nyertük a tornát, sőt a megyeit és a regionálist is. Nem számoltam össze, mert már-már nagy képűség lenne ilyeneket számolgatni meg emlegetni, de azt tudom, hogy összesen a három tornán kettő, azaz kettő gólt kaptunk, és bőven 60 fölött ültünk. Úgyhogy nagyon rendben volt, és ami még nagy öröm volt számomra, hogy az MLS képviselője is tett egy olyan megjegyzést, hogy az NB1-es csapatok utánpótlásában is ritka ilyen gyereket látni, mint a Kolompár Kevin. Hát a döntőt ezt az Ózdi iskolával játszottuk, és a számszerű eredmény, ha jól emlékszem, akkor 5-2 lett a javunkra, de nem volt egy teljesen sima mérkőzés. A második fél időben tudtuk a magunk javára fordítani, de azt gondolom, hogy játékban mindenkit felülmúltunk. Tehát nem volt olyan meccs, amin úgy éreztem, hogy nem mi uraljuk a játékot. Következő adásunkban már a májusi eseményeket elevenítjük fel.